Köszöntöm nézőinket, Vince Réka vagyok. Önök a Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. A következő műsorokkal készültünk önöknek. Nők a tudományban. Országos szakmai nap Bonyhádon. Bonyhádi városi farsang. A Grimm mesék ihlete télbúcsúztató. Előzték a telet Bonyhádon. Farsangi mulatság az együtt egymásért napközi otthonban. Zöld gömb. Bonyhádi diákok bizonyítottak a televíziós kvízjátékon. Tudományos pályákon kiemelkedő teljesítményt elért nők látogattak Bonyhádra a Nők a Tudományban konferencia keretében. Az eseményt a Nők nehezített pályán programsorozat indítói és a Völgységi Múzeum rendezte Bonyhádon. Filoni Ferenc Ibolya szerint a település számára nagy jelentőségű az esemény. Én örülök annak is, büszkévé tesz, hogy egy méltó körülményt tudtunk teremteni ennek az eseménynek, és tényleg én is abban bízom, minden egyes múzeumi rendezvényen elmondom, nem hagyom ki most sem, hogy bízom benne, hogy minden egyes alkalommal egyre többen és többen leszünk. Balázsi Katalin különféle anyagok, például műszaki vagy biokerámiák, illetve vékony rétegek fejlesztésével foglalkozik. Ezeket ipari alkalmazásokra lehet felhasználni. Egy alapkutatást vagy ipari kutatást végzünk, például a tojáshé az ilyen nagyon közeli lehet a nézők részére vagy hallgatók részére. A tojáshéjat feldolgozzuk, mivel nagyon sok benne a magnézium sztroncium, ez egy tökéletes implantátumanyag, és ugye ez egy kvázi szemét, amit mi feldolgozunk. Ebből égetéssel és különféle technológiákkal egy olyan implantátumot tudunk készíteni, amit fogászok tudnak alkalmazni, vagy akár a titán implantátum. Egy vékony bevonatot tudunk készíteni, és akkor nagyon gyorsan csontosodik a beültetés után. Ez mindenkinek jó, főként a páciensnek, aki sokkal korábban tud teljes életet élni. Úgyhogy ilyen kutatásokat is végzünk. A Nők a Tudományban Egyesület olyan kutatónőket ölel a szárnyai alá, akik főként műszaki területen tevékenykednek. Itt Magyarországon még mindig csak 15% a nők aránya, és olyan programokat szeretnénk előkészíteni középiskolásoknak, egyetemista lányoknak, hogy meg tudjuk növelni ezt az arányt Magyarországon. Akár nyílt napok, akár pályaorientációs napok, workshopok, vagy különféle konferenciák alkalmával, mentorprogramokkal segítjük a fiatal lányokat, hogy merjenek fizikusok, kutatók, vagy mérnökök lenni. Balázsi Katalin szerint a nőknek sokkal nehezebb ezeken a pályákon megállni a helyüket. Ugye itt a gyerekvállalás is azért egy domináns része a hölgyeknek az életében, de egy kicsit pozitívan tudjuk őket diszkriminálni, figyelembe venni ezeket a pályákat, és főleg megmutatni, hogy merjék vállalni, mert pont azért, hogy nagyon férfias pálya, nem is sokan mernek erre lépni, mert ugye ez nem a hölgyeknek való. Ha ezeket a sztereotípiákat fel tudjuk bontani, akkor igenis ennek van jövője, mert nagyon nagy szükség van a mérnökökre Magyarországon. Az előadásban a saját életpályámból is szeretnék példát mutatni, mert pont ilyen közegben jártam egyetemre, iskolába, és ilyen közegben is dolgozom, és főként kitérek az Egyesületünk olyan céljaira, amivel meg tudjuk növelni ezt a nők arányát, úgyhogy konkrét programokat szeretnék bemutatni az előadásomban. Szakmailag most a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak vezetek két nagy projektet, kerámia fejlesztés, úgyhogy mindenképpen sikerre szeretném vinni a 40 fős csapatommal, és természetesen az Egyesületben pedig tovább szeretnénk vinni a programjainkat és bátorítani a lányokat. Úgyhogy ez mindenképp ezek a rövid távú céljaink. Héra Tóth Andrea hallgató karrier útját segíti a Pécsi Tudományegyetemen. Sokféle programunk van, tréningeket is tartunk, ami az önismeretre világítja rá a hallgatókat. Nagyon sokan úgy jönnek be az egyetemre, hogy még nem tudják, hogy miért választottak egy adott szakot. Sőt, már kezdjük a középiskolákban pályaorientációval, hogy lehetőleg olyan szakot válasszanak, ami őnekik jó lesz. És akkor egyéni tanácsadásokat is kínálunk a hallgatóknak, amiben pedig személyre szabott segítséget tudunk nyújtani. Leginkább azt, hogy ők találjanak rá arra, ami őnekik a legmegfelelőbb. Én emlékszem, jó pár évvel ezelőtt végeztem, de én sem annyira tudtam. Nagyon nehéz ezt 18 évesen eldönteni, hiszen még alig ismerjük magunkat. Azt tudjuk, hogy melyik tantárgyakat szeretjük, melyik tanár szimpatikus, vagy miben érezzük jó magunkat. Ezeket próbáljuk segíteni, feltárni. Nem is ismerik igazán azokat a szakmákat, vagy szakterületeket, amiket választanak. És hát vannak olyan szakmák, amik 5 év múlva már nem lesznek,
és vannak olyanok, amiről még most nem tudunk, de majd lesznek, úgyhogy nem mindent olyan egyszerű válasz, most még nagyobb a kínálat. Régen volt orvos, tanár, gyógyszerész, ügyvéd, de most azért ennél sokkal szélesebb a skála. Az önismereti út azt hiszem, hogy életünk végéig tart, mindig tanulunk magunkról újat, és emiatt aztán nagyon sok karrierváltásnak is tanúi vagyunk. Mi segítjük egyébként a végzett hallgatóinkat is abban, hogyha újra terveznének, visszajöhetnek hozzánk. De hát nyilván mindig egy lépéssel előrébb kerülünk abban, hogy valami újat tanulunk magunkról, megtapasztaljuk, hogy miben érezzük jól magunkat, és nem csak külső visszajelzésekre reagálunk, hanem a belső érzéseinket is jobban tudjuk figyelni, hogy mi az, amiben komfortosan vagyunk. És hát ennek különböző módszertanai vannak. Én például, amit a mai napra hoztam, ez a diszkmodell, ez is egyfajta viselkedés elemzést mutat, hogy mi az, amiben valóban ráláthatunk arra, hogy abban jók vagyunk, jól érezzük magunkat, vagy pedig nehezebben tudjuk azt megcsinálni, amit esetleg ránk bíznak. A programot 5. alkalommal tartották meg, másodszor Bonyhádon. A bonyhádi városi farsangot a Grimm mesék ihlették. A rekordszámú résztvevőkkel és a lovas hintóval igazán látványosra sikerült a felvonulás. A bonyhádi városi farsangnak több évtizedes múltja van. Idén valami újat próbáltak ki, mondta el nekünk Pesti Pus Adrien. Bonyhádi Német Önkormányzattal közösen szervezi a Művelődési Központ, és természetesen Bonyhád Város Önkormányzatának a támogatását is mindig megkapjuk a rendezvényhez. Az idei évben azért pont a Grimm mesék, mert hogy mindenféleképpen egy olyan témát szerettünk volna, amihez könnyű idomulni, rengeteg mese származik tőlük. Igazából a Piroska és a Farkastól elkezdve a Csipke Rózsikán keresztül, ugye a Várizni nagyon sok meséjüket feldolgozta, tehát a Hófehérke, az Aranyhaj, tehát annyira sok gyökere van ennek a témának, hogy úgy gondoltuk, hogy nagyon könnyű idomulni hozzá. A szervezők és a lakosok számára fontosak a hagyományaik is, melyekhez az újítás mellett ragaszkodnak. A Kreszlány Néptánc Egyesület fog műsort adni, a Völcség Néptánc Együttes, valamint Pece István és harmonikás növendékei fognak még minket szórakoztatni. Az idei évben újdonság az is, hogy itt a mögöttem lévő faházakat szintén dekoráltuk, és hogy az előbb is említettem már mese címeket, tehát hatféle mesét örökítettünk így meg, ilyen dekordíszítés szempontjából is, valamint lovasintóval is készültünk, úgyhogy most a városban felvonuló, szerintem ezt kimerem mondani, hogy rekord hosszú tömeget, az most egy lovasintó vezeti fel. Úgyhogy reméljük, hogy a városlakóknak is nagyon tetszik, reméljük, hogy jövőre még ennél is látványosabbat tudunk szervezni, de most úgy gondoltuk, hogy ebben az évben ez mindenféleképpen már egy újdonságnak számít. A szélre való tekintettel elképzelhető, hogy idén a kiszabábot nem égetjük, hanem kihajítani fogjuk, tehát ennek is megvan a rendje és módja, hogy ezt hogyan lehet akkor megoldani, de azon kívül úgy látjuk, hogy sikeres a rendezvény, mert nagyon sokan látogattak ki ide a bonyhádi rendezvénytérre. Csizmadiáni énekes Piroska a Kreszlány Tánc Együttes legkisebbjeit készítette fel az ünnepségen előadott táncra. A picikek, akik itt mellettem állnak, ők is a Kreszlány Zwerge mini csoport tagjai, és mi egy aranyos mesét adtunk elő, hisz ez a városi farsang a mese köré épült, a Grimm mesék köré. Mi a Don Rösszjent, a Csipke Rózsika mesét adtuk elő, és itt látható a Csipke Rózsika, a herceg is, meg a boszorkány is, aki az egész várat elvarázsolta. Ezt a városi farsangot mindig valami téma köré építik, és próbálunk ahhoz öltözni. Én is próbáltam Piroskának öltözni, remélem sikerült is. És nagyon jó hangulat, az iskoláktól szoktak jönni gyerekek, mind a Széchenyi, mind a Petőfi iskolától. Óvodák jönnek ide, szülők látogatnak el, persze megnézik a csemetéjüket. És ez a rendezvény is a Bonyhád 300 egész műsornak a részese, ez az egész rendezvény is. Még annyit el tudok mondani, hogy ilyenkor a Művelődési Ház dolgozói készülnek a gyerekeknek ajándékokkal, kapnak majd finom farsangi fánkot és forró teját, a felnőtteknek pedig finom bort fognak, forralt bort felszolgálni. Abrakadabra, legyen béka a király! Kukodj le gyorsan, kukodj le! Hát prek, prek! Oh, és el is varázsoltam. Úgy készültem el, hogy már nemrég napok óta elővettem ezt a ruhát, és először a boszorkány jelmezt vettem elő, kércsen
kölcsön kértem a barátomtól a varázspálcát, mert nekem nem volt. A telet búcsúztató rendezvény a Bonyhád 300 programsorozathoz kapcsolódik. Minden évben megrendezik hagyományos farsangjukat az Együtt Egymásért Nappali intézményben. A sérült fiatalok zenés, táncos műsort adtak elő, majd sütiztek és mulattak. Az esemény rendkívül fontos nem csak a fiatalok és szüleik, de a város és a környék életében is, hiszen ez egy olyan alkalom, egy olyan intézményben, ahol igazán megérdemelt az ünneplés. Minden évben ellátogatok erre a rendezvényre, nagy örömmel teszem ezt, mindig igyekszem eleget tenni a meghívásnak, mert itt a fiatalokkal gyakorlatilag már baráti kapcsolat alakult ki. Egy olyan hiánypotló intézményben vagyunk, ahol sérült fiataloknak a nappali ellátása zajlik. Ez egy olyan hiánypotló intézmény, ami nincs a megyében, gyakorlatilag páratlan, és az önkormányzatoknak a kötelező feladatai mellett azt gondolom, hogy legalább egy ekkora településen, mint Bonyhád, figyelni kell arra is, hogy vannak köztünk ilyen sérült fiatalok, akiknek és a családjaiknak segítséget nyújt egy ilyen nappali intézmény. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ők családban élnek, de reggel elhozzák őket ide, majd délután a foglalkozások végével pedig hazatérnek a családjukhoz. Így a szülők akár dolgozni is tudnak, és tudják azt, hogy olyan körülmények között és olyan intézményi keretek között van biztonságban a fiatal sérült gyermekük, ami azt gondolom, hogy pótolhatatlan, hiszen itt olyan kiváló szakemberek vezetésével zajlanak a mindennapos tevékenységek, ami irigylésre méltó és példamutató. Az intézmény rendhagyó a megyében, még csak hasonló profil sem található meg Tolnában. A Napközi tehát az egész völgységben látja a feladatait, segítséget nyújtva szülőknek és gyermekeiknek. Az intézmény 24 férőhelyes, ritkán van benne bonyhádi, most is van, de nem kizárólag csak bonyhádiak vannak a 24 főben. Inkább úgy mondom, hogy a völgységből, illetve még azon túl is van egy-két fiatal. Én ezért arra bátorítok minden egyes kollégát a völgység településeiről, mindazokat a településvezetőket, ahonnan ide érkeznek fiatalok erre a nappali ellátásnak az igénybevételére, támogassák az intézmény működését, hiszen mindenkinek a számára ez egy olyan megoldás, amivel segíteni kell az ő munkájukat, és ez anyagi források nélkül nagyon nehéz. Már csak azért is roppant fontos az a munka, amelyet az otthonban elvégeznek napról napra, mert igazi közösségépítő erővel is bír, továbbá napi rutinra tanítják a fiatalokat, akiknek igazán nagy szükségük van erre. Nagyon nagy izgalom, boldogság, és a rendezvényen rengeteg energia felszabadul. Nem sokára érkezik a zenészünk, és tulajdonképpen az évben kétszer van lehetőségük, hogy élő zenére egy ilyen kis táncos mulatságot szervezünk a számukra. Nagyon apró lépésekkel próbálunk egy témát megközelíteni. Minden farsangnak van valamilyen mondani valója. Most egy ilyen sportos, focis csapatot állítottunk össze, és közös ötlet volt, minél egyszerűbb jelmezekkel, hogy ne akadályozza őket, és egy nagyon rövid kis zenés táncot mutattak be. Az intézményvezető elmesélte a fiatalok egy napját. Mint elmondta, fél héttől várják őket, vannak, akik már 7 órakor megérkeznek, de vannak, akik csak később, mondjuk csak a torna kezdetére érnek oda. Mert hogy tornáznak is, ahogyan képességfejlesztő feladatokat is elvégeznek, kreatív foglalkozásokon is részt vesznek, színeznek, rajzolnak, ragasztanak. Ez januárban már elkezdődik, és itt vagyunk február közepén, és ez még eltart legalább 2 hétig. Meg tudják nézni a fotókat, a felvételeket, a csoportban, amiket felraknak képeket, tehát ez nagyon kedvenc foglalkozás nekik. Az ünnepre 60 szeletes tortát készített az intézmény munkatársa Benke Enikő, nem is akármilyet, focipályát mintázott a somlói torta. A másikat a polgármester ajándékozta. Diós, kakaós, sima piskóta, vaníliakrém, csoki öntet, szirop, rom, minden finomság. Az Együtt Egymásért Nappal intézménybe olyan sérült fiatalok járnak, akik szociális és mentális ellátásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes fogyatékossággal élők, illetve autista személyek. Az intézmény elsődleges és alapvető feladata továbbá a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemléletének megváltoztatása. András édesanyja, Angéla, háláját fejezte ki. Mi az intézmény miatt költöztünk ide Várójára vissza,
mert mi Pálfán laktunk, csak a gyerekünk már olyan idős lett, hogy már nem vállalta a dada, mert már nem egyszemélyes, és örömmel vettük azt tudomásul, hogy itt Bonyhádon van egy ilyen intézmény, és nem egy ismerősünk gyereke ide is jár az intézménybe, és ők csak pozitívan nyilatkoztak erről, és mikor megláttam az intézményvezető nevét, hogy Állam Gyöngyi, akkor már felkeltette az érdeklődésem, hogy akinek ilyen neve van, ott már biztos, hogy valami csodálatos dolog lehet, és ez így is volt, mikor személyesen eljöttünk a férjemmel megnézni ezt az intézményt, és fogadott bennünket a vezető, akkor a neve tényleg tükrözte a személyiségét is, és láttam, hogy milyen szeretettel, odaadással beszél itt a fiatalokkal, és elmondtam a mi esetünket is, hogy a mi gyerekünk eddig magániskolába, meg magántanulóként járt, és hogy milyen problémánk van, hogy mennyi fajta hátránnyal küzd a mi gyerekünk, hogy sem járni, sem ülni, sem enni nem tud, és mennyi betegség, mennyi tartós betegsége van, és ő mindenre csak azt mondta, hogy ezek nem problémák itt, mert itt ahány gyerek, annyi fajta probléma van, és nem ő lesz az egyedüli, aki problémás. Az efféle alkalmak arra is remekül szolgálnak, hogy gyermekek és szülők együtt, jó hangulatban, nevetések közepette kicsit letegyék terhüket, esetlegesen újabb köszönetet mondjanak a dolgozóknak, segítőknek. Hát, mint minden gyerek, tehát a 20 éves most már az Andris, és mint minden gyerek, nehezen indul el a hét, de hogyha azt a választást teszem elé, hogy otthon akar-e maradni, vagy el akar jönni, akkor mégis mindig azt választja, hogy ő inkább eljön a napközibe. Tehát azt vesszük észre, hogy igenis neki szüksége van a saját hasonló sorsú társainak, és minden egyes társának ismeri a jellemvonásait, és azt otthon ő előadja, hogy ki milyen hátrányokkal küzd, és miért szereti, és miért nevezi meg őket olyannak, amilyennek, és mindegyikhez kötődik valamilyen szinten. És ezek a gyerekek, vagy ezek a fiatalok, ezek úgy fogadják el egymást, ahogy vannak. Tehát senkinek nem a negatívumait emeli ki, az én gyerekem se, hanem mindenkinek tud a saját nyelvén beszélni. Most csak ezt a beszélni, hogy konkrétan minden nap a napi rendjében benne van, hogy pont az olyan gyerekkel megy ebéd után sziesztázni, aki nem beszél. Egyedül ő az a gyerek, aki nem beszél, és ő vele is tud kommunikálni a nem beszélő gyerekkel. Hát a mi gyerekünk, amit nagyon tud, az a beszéd pont. Tehát így kiegyenlítődik, hogy se nem lát rendesen, mert vaknak van minősítve, se nem járni nem tud, és ahogy elsoroltam az elején, hogy mennyi fajta hátránnyal küzdünk, beszélni viszont nagyon tud, és a kommunikációval ő megtalálja a többiekkel a hangot. Ugyanúgy a lányokkal, mint a fiúkkal. Ahogyan édesanyja elmesélte, András valóban jól beszél. Arról kérdeztük, mivel töltik el idejüket az intézményben. Zenét hallgatni, meg foglalkozást, meg tornázni, meg országváros falusztatni. És még? Meg ebédelni, meg meditálni, meg gondolkodni az élet dolgairól. A farsang tánccal zárult, és ahogyan Álom Gyöngyi megosztotta velünk, várhatóan még hetekig megmarad a remek hangulat. Mindent az Álom Gyöngyit csinált, nem csak ő, hanem Erika is, Enikő is, mindenki, meg a Piroska is, és a ruhákat azt válogatták, hogy milyen legyen. Lányoknál, ahogy látták, az ilyen függönyből volt a szoknya, és a kék polló, és ami volt a kezünkben, az meg lehetett csinálni egy ilyet. Budapesten forgatott, Zöld Gömb elnevezésű vetélkedőn vett részt még decemberben a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium 4 diákja. A kvízjáték a környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. A versenyen különböző kérdésekre kellett választ adni, valamint feladványokat megoldani. A helyes megfejtésekkel pontokat lehetett gyűjteni, ellenkező esetben pedig elveszíteni. 6 iskola tanulói indultak a döntőbe, a bonyhádi csapatot Gruber László, földrajz, történelem szakos tanár készítette fel. Ez
most mondhatnék ilyen nagy szavakat, hogy az élet készített föl bennünket, meg őket is, tehát erre igazán külön készülni nem nagyon lehet. Tehát annyira kiszámíthatatlanok voltak a kérdések, mit tudom én, hány kilogramm hulladékot termel egy átlagos háztartás, vagy melyik ágazat a legnagyobb környezetszennyező az illegális hulladéklerakásban, odáig, hogy ugye friss dolgok is voltak benne, hogy az ország bicikli útja melyik lett, vagy hogy melyik település volt az első, a négy közül, négy felsorolt közül, ahol ingyenessé tették a helyi járatokon történő utazást, meg az önvezető trolibuszik, tehát erre nem lehet fölkészülni. Itt vagy elkapja az ember ezeket a híreket, vagy nem, vagy próbál taktikázni, ezért volt jó néhány, fogalmazunk, ilyen tudás alapú is, amihez legalább annyira kellett a kémia vagy a biológia, mint a földrajz adott esetben. Az ország több részéről, Sárospatakról, Miskolcról, az Alföldről, Dunántúrról, Budapestről több csapat volt, Veresegyházáról, úgyhogy nagyjából ilyen volt a felépítmény, és hát végeredményben két elődöntő volt, 6-6 csapattal, mi az elsőt végignéztük, hogy majd hogyan taktikáznánk, és ahogy a fiatalok is elmondták, hogy ennek a versenynek az volt az érdekessége talán, hogy nem is annyira a konkrét tudás számított, hanem inkább ez a szintézis. Tehát én bevallom, most én vagyok papíron a felkészítő tanár, de én úgy gondolom, hogy itt a biológia szakos, kémia szakos tanárnak, de bocsánat, bármelyik tanárnak szerepe lehetett, aki bármilyen szinten foglalkozott, egy osztályfőnöki órán, akár a környezettudatos életmóddal és hasonlókkal. 2x6, és akkor a 2x6 csapat volt az elődöntőben, abból a 3-3 legjobb jutott be a döntőbe, és végül is akkor ott történt a meccs. Egyébként nagy eredmény volt, mert olyan értelemben, hogy a rendezőiskola csapata lett, mert ott forgatták a budapesti Edlikányos gimnáziumon, ők szerezték meg a második helyet, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ez külön siker volt, hogy a hazai pálya előnyét sem hagytuk nekik kihasználni, de egyébként roppant szimpatikus, kedves csapatok voltak, kollégák is, akikkel találkoztunk, jókat beszélgettünk közben, és hát ami talán a legérdekesebb, hogy a gyerekek is némi betekintést nyertek, hogy hogyan megy egy ilyen televíziós felvétel, és ez elég fárasztó tud lenni. Azért a gyerekeké a legnagyobb szerep, mert ők egy nagyon jó ilyen általános műveltséggel rendelkeznek minden területen, így ebben is, és ügyesek is voltak. Bevallom, volt egy-két olyan kérdés, ahol én is csak néztem ki a fejemből, fogalmam nem volt, hogy mi a válasz. Ők azt is meg tudták oldani, néha segítséget kaptak a csapatok ugye a vendégektől is, de itt, ami az egyik legfontosabb dolog volt, és én inkább ebbe szövegeltem bele néha így jelképesen, ez a taktika. Tehát ez a bizonyos duplázás, triplázás, amikor már a pontoknál lehetett, mert hatalmasakat lehetett vele bukni is, és megbeszéltük a taktikát, és akkor két kérdés közötti kikacsintottak rám, és akkor mondtam, hogy oké, most lehet, most nem, most lehet. És akkor valójában én azt mondom, hogy talán részemről idézőjelben ez volt a legnagyobb felkészítés, hogy mert ebben talán nincs akkora tapasztalatuk a gyerekeknek. Mostanában ilyen divatossá vált kifejezés, hogy ez a fenntartható fejlődés megmaradjon, tehát fogalmazunk, hogy én is ennek a támogatója vagyok, meg hogy a jövő generációnak őrizzük meg a földet, és ugye a szlogenjében is a versenynek valami hasonló dolog, ugye, hogyha az ember zölden gondolkodik, akkor meg tudja tartani a földet is talán a felnövekvő generációk részére, de nekem ebben sokkal, sokkal összetettebb a véleményem, tehát ugye most van egy tendencia, globális klímaváltozás, ózonpajzs elvékonyodása, ugye savas ülepedés, egyebek, porszennyezés, pollenek, ugye, hát ma már tömegesen vannak, akik ugye allergiásak ilyen dolgokra is, és a lényeg az, hogy azért egy dolgot ne felejtsünk el, igen, mi emberek nagyon sok rossz dolgot teszünk azért, hogy tovább romboljuk a bennünket körülvevő környezetet, a légkört, a talajt, stb. De azért meg, hogy ugye azon aggódunk, hogy elolvad a jégtakaró. Én, mint földrajzszakos, azt tanultam, hogy a föld történetében számtalanszor volt ilyen, hogy a teljes jégtakaró elolvadt, megemelkedett a világtenger szintje, vagy éppen mikor a jégtakaró képződött, akkor mondjuk Ázsiából átgyalogoltak a későbbi amerikai indián őslakosok. De ezt én, mint szakértő mondom, hanem mint abszolút laikus, tehát ebben biztos vagyok, hogy ez egyben egy természetes folyamat is. Természetesen ezzel senkinek a hátáról nem akarom levenni a terhet, mert mocskosul felelősek vagyunk azért, hogy hogyan alakul a jövőnk, a bennünket körülvevő környezet. A diákok a nehéz feladatok ellenére kiemelkedően teljesítettek a megmérettetésen. Több fordulóban egyszerre kellett interneten válaszolni a kérdésekre, és egyszerre felmutatni a műsorvezetőnek. Volt különböző vendég válasz lehetőségünk is, akár, hogy ha nem tudtuk véletlenül a választ, akkor
ők segítségeket kérhettük. Ez ember egy ilyen totószerű játék volt, tehát négy választ lehetőség közül választhattunk. A műsor alapvetően egy természetismeret, illetve egy ilyen ökológiai, környezettudatos verseny, tehát ebből a témakörből kerültek ki a kérdések, de érintettük például a kémia vagy a fizika témakörét is, viszont elsősorban a környezettudatosságra arra voltak kíváncsiak, hogy mennyit tudunk a zöld dolgokról. Később kaptuk meg azt, hogy ebbe a versenyben részt vehetünk, ezért nekünk kevesebb idő állt a rendelkezésünkre felkészülni, viszont minden héten több alkalommal összegyűltünk a tanárúrral, és átbeszéltük az aktuális zöld témákat, továbbá szerintem mindannyiunk minden este próbálta a híradót, vagy esetleges ismeretlen műsorokból tájékozódni az aktualitásokról ezzel kapcsolatban. A taktikán gondolkodtunk, hogy hogy is csináljuk, mit is csináljunk a dolgokat, és az elején rákaptunk az ízére szerintem, és a döntőben meg igazán már belejöttünk szerintem. Hát a taktikai része mindenképpen, tehát hogy az embernek sokszor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés, illetve hát nyilván a zöld dolgokkal azért nagyon sok érdekes kérdés volt, ugye nyilván azon túl, hogy ez egy verseny, azért nagyon sokat tudtunk bele tanulni, úgy gondolom. A csapatmunka elősegíti az akadályok leküzdését, valamint összetartást és produktivitást eredményez. Az egyik legfontosabb dolog ez volt, mondhatjuk, az egész versenyben, de hát tökéletes volt a csapat összhang nálunk, úgyhogy ezért is nyertünk. Ugye volt ilyen activity feladvány is, amikor a vendégjátékosok mutogattak nekünk. Ez kifejezetten nehéz volt, mert sokszor nem volt egyértelmű, hogy most konkrétan egy fogalomra vagy egy cselekvésre gondolnak, úgyhogy ez tartozott a nehezebbek közé, illetve az ilyen kvíz kérdések, kvízes jellegű kérdések, azok számomra könnyebbek voltak. Egy elődöntőből és egy döntőből állt maga a felvétel. Minden hat csapat versenyzett egymással. Az elején fölött téve három kvíz jellegű kérdés, négy választhatóság volt, aztán következett kettő activity típusú feladvány, végül pedig öt darab kvíz kérdés ismét. Ezeknél már lehetett triplázni, illetve duplázni, de ez nyilván kockázattal járt, hiszen normál esetben 10, illetve 0 pont járt a helyes, illetve rossz megoldásokért, de hogyha az ember kockázhatott, akkor akár -30, vagy +20, +30-at is kaphatott, szóval mindig végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés. A diákok fölényüket megtartva 250 pontot gyűjtöttek, megszerezve ezzel az első helyet. A főnyeremény egy háromnapos wellness hétvége, amit majd a nyári szünetben fognak eltölteni Bükkfürdőn. Kedves nézőink, Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!